Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit! A mai napon a Máté írása szerinti Evangélium 19. fejezetéből, a 3. verstől a 9. versig terjedő szakaszt olvasom Istennek írott igényeképpen. Ekkor farizeusok mentek oda hozzám, mármint Jézushoz, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő így válaszolt nem olvastátok el, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát az Isten egybekötött ember, azt el ne válaszza. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Hűség és szeretet, szeretetem hűsége és az ő szeretetének a hűsége együtt összetart bennünket. Mondhatja joggal, férj és feleség egymás számára. Kölcsönösen szeretjük egymást, és kölcsönösen hűségesek vagyunk egymás felé. Elköteleződtünk, egy kötéllel vagyunk összefogva, a szeretet köteléke köt bennünket egyben. Minden házasság kötés ezzel a jó elindulással kezdődik. Vállalom őt, és magamat adom neki, ő vállal engem, és magát adja nekem. Egységbe így kerülünk, én és te összegéből lesz ami, vagy matematikai furcsa ö, egyenlet szerint az egy meg egy, ebben az esetben egy egységé válik. Beszéd témává azért lesz, mert Jézus elé csapdát állítanak az őt kérdezők, szabad -e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. És Jézus vagy túl szigorú választ fog majd erre adni, vagy túl megengedőt, de mindenképpen az ő tekintéje csorbát fog szenvedni. És Jézus két dolgot mond el a válasza kapcsán. Az első az így szól, hogy a Szentírásnak olyan tekintéje van, amely kortól, életváltozásoktól függetlenül helytál megmarad. A korabeli, vagy éppen a mai tanítók szigorával, vagy megengedő hozzáállásával szemben a Szentírásnak a tekintéje megáll. Isten férfivá és nővé teremtette a házasságban élőket. A teremtési rend alapján lehet ezt vállalni és hirdetni a jelenben is. Az egység létrejöttéhez elhagyásra és ragaszkodásra van szükség, a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testi, egy új közösség így jön létre. És Isten egybeköt, egybeszerkezt, el nem választható módon maradjunk hát az Isten oldalán, felbontó szándékunkkal szemben. A másik, amit elmond Jézus a válaszában az az, az emberi szívnek van keménysége. Realitás ez, hogy az ember szíve kemény. Bukott, romlott, kapcsolatokat tönkretevő világban élünk, és annak része vagyunk mi magunk is. Éppen ezért a mai nap üzenete ennek az igének kapcsán nem lehet más, mint az, hogy óvd a házasságodat, a házasságunkat óvjuk, küzdjünk érte a megmaradásáért, a rendezettségéért, ápoljuk azt, és emellett segítsük azokat, akik házasságra készülnek, hogy a házasságban élnek mellettünk. Segítsük őket jó példával, jelenlétünkkel, vagy éppen szükség szerint jelenlétünk hiányával, küzdjünk a házasságokért. Amen.